Hetedik alkalommal rendezte meg az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottság. Az ország 19 megyében és a fővárosban a Közlekedik a család vetélkedőt, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet a közlekedési szabályok betartására. A versenyen olyan gyermekes családok vehettek részt, ahol legalább az egyik szülőnek van érvényes B-kategóriás vezetői engedélye, a gyerekek életkora pedig 6 és 17 év között van. A megyei döntőkben közel 1000 család versenyzett. Heves és Borsod megyében rendezett országos döntőben 20 család mérte összetudását és ügyességét. Célja tulajdonképpen ennek a rendezvénynek a biztonságos közlekedésre való nevelés, a család példamutató erejének a demonstrálása. Tulajdonképpen a legnagyobb példát a családokban ugye a felnőttek, a szülők képviselik. Tulajdonképpen itt a gyerekekhez szeretnénk szólni, hisz a közlekedés nevelést már kisgyermekkorban meg kell kezdeni. Óvodáskortól kezdve egészen általános iskola, középiskolaig egymásra építeni ezeket a programokat, majd később felnő a gyerek, akkor egy biztonságosan, tudatosan közlekedő, szabálytisztelő felnőtt váljék belőlük. Ugyanakkor az is célunk, hogy a felnőttek átismételjék ezeket a közlekedési szabályokat. Itt tulajdonképpen olyan jellegű feladatokat adunk majd nekik, amivel a hétköznapi életben is találkozhatnak. Tehát ha elindulnak például a vakációra egy hosszabb autóúttal, akkor ugye bármikor előfordulhat, hogy a gépjármű defektet kap, kereket kell cserélni, fel kell helyezni a tetőcsomagtartót, ugye meg kell pakolni, illetve be kell a bőröndöket rakni az autóba, megfelelően elhelyezni, súlyelosztás megfelelően legyen. Ilyen feladatokkal találkozhatnak, tehát semmi olyan rendkívüli nem lesz a feladatok között, amivel tulajdonképpen eddig nem találkozhattak a családok egy közlekedés során. A főtitkár hozzátette, az ilyen versenyekkel szeretnék a közlekedési balesetek számát is csökkenteni. A közlekedési balesetek száma évről évre csökken, illetve az elmúlt évben ez a csökkenés azért egy kicsit megtorpant. Szeretnénk, hogyha ezzel tisztában lennének a közlekedők. Az elmúlt évben 625 személy vesztette életét közúti közlekedési baleset következtében. Ez egy nagyon nagy szám, egy kisebb falu lakossága. Azt szeretnénk, hogy az emberek figyelnének egymásra, partnernek tekintenék a többi közlekedőt, odafigyelve, hogy mindenki biztonságosan elérje majd úti célját. Habis László Egel polgármestere szerint kiemelten fontos a közlekedési szabályok betartása, mert mindenkit hazavárnak. Halatlan fontosnak tartom talán az egyik legfontosabb a társam életében, hogy vigyázzunk egymásra, hiszen mindenki közlekedik gyalogosan, kerékpárral, motorkerékpárral vagy éppenséggel autóval, és annál fontosabb nincs, mint hogy este együtt lehessen a család épségben, egészségesen. A családok éve egy halatlan fontos kezdeményezése a kormányzatnak. Sok-sok eleme van. Az egyik eleme az, hogy a közlekedés morál erősödjék, a gyermekekre, a közlekedőkre figyeljünk oda, és hogy a szülők, a családok mutassanak példát a gyermekeknek a felelős magatartásból. Heves megyét Fodor Ferenc is családja képviselte nagy rédéről. A család fő baleset helyszínelőként és forgalomirányítóként dolgozik, így könnyen vette az akadályokat. Készültünk erősen, tehát mind kreszből, illetőleg vezetéstechnikából, mind pedig elsősegélyből, mert azokon van a hangsúly. A megyei döntőben kreszteszt, autós és kerékpáros ügyességi feladatok voltak. Mire számítanak, hiszen gondolom hasonló feladatok lesznek az országos döntőben is? Hát így reggel megnéztem a feladatokat, lesznek hasonló feladatok, csak egy kicsit komplikáltabbak. Hát ezekre a feladatokra úgymond felkészülni nem lehet, csak ahogy a helyzet hozza. A feladatok egy autós és kerékpáros kreszteszt kitöltésével kezdődtek, majd a 7 állomásból álló döntőben közlekedésbiztonsággal összefüggő elméleti és gyakorlati feladatokat teljesítettek Egerben, Parádon, Gajatetőn, Sirokban, Mezőkövesden, Bükkábrágyban és Miskolcon. A Közlekedik a család vetélkedő 2018. évi döntőjét a legkevesebb hibaponttal teljesítő vasmegyei német család nyerte. Második helyezést ért el a Rideg család Báskiskun megyéből, míg a harmadik helyen a Pest megyei Nádházi család végzett.